Így Tolna legforgalmasabb útjának a túloldalán támadt rá a politikai aktivistára egy férfi még tavaly az országgyűlési választások előtt. Az aktivista a város egyik országgyűlési képviselőjelöltjének gyűjtött aláírásokat. Az agresszív támadó kilépett az itt található élelmiszerüzletből, majd felrúgta az aláírásgyűjtő pultot. Ez volt az egyik vádpont, ami miatt a bíróság előtt felelnie kellett a tolnai férfinak. Olyan cselekmény, amely alkalmas lehet arra, hogy a jelenlévőkben, akik éppen az utcán járnak, vagy éppen arra végzik dolgokat, megbotránkozást és riadalmat keltsen. Mindezen cselekmények oka az, hogy az elkövető nyilvánosan szembeszegül az általános és megszokott és mindenkire kötelező társadalmi normákkal, erkölcsi normákkal. A politikai aktivista inzultálása miatt a bíró csak garázdaság ügyében vonta volna felelősségre a férfit, csak hogy egy másik, sokkal súlyosabb büntetőügy is folyamatban volt ellene. Nem sokkal korábban ugyanis megpróbált az útról leszorítani egy házaspárt az autójával. A közúti veszélyeztetés viszont már halálos balesetet is okozhatott volna. Ráadásul a férfi korábban éveket ült börtönben kábítószerrel való visszaélés miatt. A bíróság a vádlottat visszaesőként közúti veszélyeztetés büntette és garázdaság vétsége miatt 8 hónap szabadságvesztésre ítélte, ugyanakkor a büntetés végrehajtását 1 évre felfüggesztette. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az elítélt férfi és az ügyész is 3 nap gondolkodási időt kértek.